12. alkalommal szervezi meg állásbőrzéjét a Nyíregyházi Egyetem. Az április 24-i hétfői rendezvény új nevet kapott, ugyanis a célkitűzés változott, bővült a kínálat és színesedett a program. Ebben az évben egy picit mást köntöst kapott valóban a korábbi innovációs és állásbőrze néven ismert rendezvényünk. Fókuszba helyeztük ismételten a karrierutakat, az életpályának a kínálását, a felkínálását, nem csak a hallgatóink számára, természetesen az elsődleges célközönség mindig a hallgató lesz, a mi hallgatóink, de várunk minden érdeklődő városlakót és megyebeli térségben lakó állampolgárt is. Térségünk nagy vállalkozásai is kiállítanak a hétfői karriernapon, így több száz állásajánlat várja majd az érdeklődőket. A rendezvény sajtótájékoztatóján kiemelték, a katonai életpályát is bemutatják. Helikopter szimulátor is lesz, a Bocskai István lövészdandár helyőrség zenekara pedig térzenével indítja a napot. Én azt gondolom, hogy a katonazene az egy jó csalogató. Hogyha valaki meghallja, akkor tudja, hogy itt katonák vannak, és ezen belül szeretnénk megmutatni azt, hogy milyen alapképessége van a lövészdandárnak. Tehát itt lesz egy lövésztűzcsoport a rendelkezésre álló fegyverzeti eszközeikkel, és egy rövid dinamikus bemutatóba is meg fogják mutatni, hogy hogyan tudjuk megsemmisíteni a tűzcsoportnak megfelelő ellenséges célt. Hozzuk a felderítőket. A felderítők, akik szintén meg fogják mutatni, hogy milyen mesterlövész eszközeik vannak, és azt hogyan képesek használni. Ugyanakkor a technikai felderítő eszközök egy bizonyos részét is megmutatjuk. A pilóta nélküli felderítő gépek, amelyek bemutathatóak, azok szintén itt lesznek hétfői napon, hogy az érdeklődik megtekinthessék. A karriernap sajtótájékoztatóján elhangzott próbainterjúkon lehet majd részt venni, és szakemberek mutatják meg, hogyan kell jó önéletrajzot írni. A programok 10 órakor kezdődnek, és 15 óráig tartanak majd a Nyíregyházi Egyetemen április 24-én hétfőn.